A tanév kezdete előtt gólyatábor tartott az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum. A szervezőt és a részvevő gólyákat kérdeztük. A mai napon rendezik meg a gólyatábort az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnáziumban. Itt Ópusztaszeren, erről kérdezem a szervezőt, Kormány Erekes Gabriellát. Köszöntöm Önt! Mit is tudhatunk erről a gólyatáborról? Mennyien vesznek részt rajta, és a mai napon milyen programokkal várják a gólyákat? Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerencsére már nagyon-nagyon régi hagyomány az, hogy itt a gimnáziumban mindig a tanév nyitó előtt egy gólyatábort szervezünk. Az a nagyon jó hír, hogy évek óta nagyon-nagyon sokan, most is a leendő 9-esek 80%-a részt vesz, a leendő osztályfőnökökkel és én, mint döksegítő pedagógus, a dökösökkel együtt szoktuk összeállítani a programot. Egynapos lesz most itt a COVID-helyzet miatt, de nagyon sok játékkal készülünk nekik, illetve természetesen ebédet is biztosítunk. A leendő 9-esek éppen most ilyen ismerkedős játékokon vannak túl, de lesznek majd csapatjátékok is, ahol kis nyereményeket is ki tudunk nekik osztani. Nagyon sokrétű számháború, tényleg ismerkedős játék, meg ilyen csapatversenyeket találtunk ki, vagy ilyen sorversenyeket, amivel meg tudják magukat méretetni, és mégis játékos kereteken keresztül tudják egymást megismerni. Mik az eddigi tapasztalatok így a gyerekeken, mennyire is nyitottak az ismerkedés felé? Szerencsére nagyon nyitottak az ismerkedés felé, aktívan részt vesznek ezeken a játékokon, és tényleg sokkal jobb kedvűen jönnek be szeptember 1-én az iskolába, hiszen már legalább egymást valamennyire ismerik. Azt szoktuk látni, hogy tényleg az az egy-két diák, aki valamilyen indokoltok miatt nem szokott részt venni, az olyan félénk ebben, hogy hova is kell állnom, ők meg már megtalálják egymást, úgyhogy tényleg jó hangulatú szokott lenni, és jól szokták érezni magukat. Mindig utána szokottak lenni ugye dökgyűléseink, és meg szoktuk kérdezni a tapasztalatokat, hogy ebből tanuljunk, illetve építsük saját magunkat is, hogy mi az, ami jó volt, és mi az, amin esetleg érdemes változtatni. Hogyan is érzed magad eddig, mik a tapasztalataid, mennyire nyitok így egymás felé? Hát először én nagyon izgultam, hogy új közösség lesz, meg hogy mi lesz itt, hogy barátságosak lesznek az emberek, és hál' Istennek mindenki nagyon kedves, és eddig én nagyon jól érzem magam. Miket is csináltatok eddig, és mik lesznek még? Hát azt nem tudom, hogy mik lesznek még, viszont azt csináltuk eddig, hogy ilyen névismerkedős játékot játszottunk. Az volt a lényeg, hogy mondani kellett egy nevet, meg a nevet kezdő betűjével egy állatot. És hát kicsit nehéz volt, mert vannak érdekesebb nevek is, de mindenkinek nagyon jó megy, és nagyon jó volt a hangulat. Hogy is érzed magad ebben a táborban, és szerinted mennyire is építi az osztályközösséget egy ilyen gólyatábor? Nagyon jól érzem magam. Az osztályon már nagyon összekovácsolottunk, és szerintem nagyon, nagyon építi. Milyen játékon vettetek részt, és mennyire tetszett neked, és mennyire várod a többi programot a nap folyamán? Ilyen helycserés játékot, hogy el kellett mondani magunkról valamit, és hogyha valakire igaz volt, akkor helyet cseréltünk, és nagyon várom a többi programot is, és nagyon jól éreztem magam. Hogy érzed magad a mai napon? Mennyire is vártad ezt a gólyatábort? Hát jól éreztem magamat. Eddig ugye nekiálltunk játszani. Most ugye egy helycserés játékot játszottunk, ami keretében mondanod kellett egy magadról egy személyiséget, vagy egy dolgot, amin te is rajta vagy, és utána mindenki felállt, és utána másik helyre beült. Mit gondolsz, hogy miért is fontos így az osztályközösség számára egy ilyen gólyatábor? Igen, ugye szeptember 1-én kezdődik az iskola, és tegyük fel, szeptember 1-én bemegyünk. Senki nem ismerne egymást, és mindenki keringetne egymást, és akkor a neveket se tudják. És itt is például az előbb volt egy olyan játék, hogy mondanod kellett egy nevet, a saját nevedet kimondanod, és utána pedig egy állatnevet a kezdőbetűddel. Így is, hogy jegyezzük meg a neveket. Sípos Ádám és Csúri Mihály emlékére rendezték meg idén az éjszakai gyalogtúrát. A rendezvényen stábunk is részt vett. Csúri Mihály és Sípos Ádám emlékére rendezték meg idén a Kistelek Ópusztaszer Kistelek gyalogtúrát. Ez a túra nem verseny, célja, hogy a résztvevők jó érzéssel sétálják végig a 15 kilométeres távot. Első alkalommal 2018-ban, majd második alkalommal 2019-ben rendezték meg az éjszakai gyalogtúrát. A 2020-as évben a túra a szervezők tragikus halála miatt elmaradt, így idén nélkülük, de újra megszervezték a harmadik éjszakai gyalogtúrát.
Több mint 200-an regisztráltak végül a gyalogtúrára, a legkisebbektől a legidősebb korosztályig is részt vettek ezen a rendezvényen. Az ország minden tájáról érkeztek indulók, őket is kérdeztük, miért is érkeztek erre az eseményre. Már voltam tavaly előtt is ezen az éjszakai sétán, és nagyon megtetszett a hangulata is, és úgy gondoltam, hogy akkor idén is, hogy meg lett ugye ismét rendezve, meg most ugye már sajnos emléktúrává is vált, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor idén is részt veszek rajta. A barátaink laknak itt Kistereken, és akkor ők küldtek egy ilyen meghívót, hogy lesz ilyen éjszakai gyalogtúra, és első alkalommal azt beneveztünk, ki akarjuk próbálni, hogy milyen, mert szeretünk sportolni. És akkor megnézzük, hogy milyen lesz. Én legelőször vagyok egyáltalán túrázni is, úgyhogy ez nekem egy nagy élmény lesz. Hát kíváncsi leszek, hogy egyáltalán bírni fogom-e a távolságot, meg hát azért egy hosszú séta lesz ez. Kipróbálom magamat, hogy milyen is lesz. Tehát akkor a mozgás miatt, és hárman barátnők vagyunk, és igazából első alkalommal jöttünk még, meg egy nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk, és épp mondtam a csajoknak, hogy jöttünk, hogy mennyire örülök, hogy azért ilyen sokan megmozdulnak Kisteleken, tehát számomra ez jó. Amúgy is sportolunk, tornázunk, úgyhogy teljesen jó. Akkor ez egy jó kikapcsolódás, igen. Így a barátokkal is, és mozgás igen. Is. És mozgás is, igen. Kikapcsolódás, mozgás, ennyi. Egyrészt szokás, jó buli, másrészt meg ugye most az emlék miatt is. Szívesen és szeretettel. A túra teljesítése után egy emléklappal, emlékéremmel és egy finom vacsorával kedveskedtek a szervezők a résztvevőknek. A Kisteleki Rendőrkapitányság balesetmegelőzési tevékenységéről kérdeztük dr. Huber Krisztián, rendőrszázadost, közlekedés-rendészeti alosztályvezetőt. Dr. Huber Krisztián, rendőrszázadost, a Kisteleki Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti alosztály vezetőjét kérdezzük a rendőrség baleset megelőzési tevékenységeiről. Köszöntöm Önt, mik ezek a tevékenységek, mik a fő baleseti okok, például a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területeim? Köszöntöm én is a televízió nézőket. A rendőrség baleset megelőzési tevékenységét sokan az iskolákban tanórák megtartásával, prevenciós rendezvényekkel, illetve kulturális rendezvényeken előadások megtartásával, vagy prevenciós vetélkedők szervezésével azonosítják. Ez a baleset megelőzési tevékenység ennél sokkal többrétűbb, egy elemző értékelő tevékenységet foglal magában. Ez a helyes válasz a kérdésre. Tehát elemezzük, értékeljük az elmúlt években bekövetkezett baleseteket, és ez alapján tendenciák körvonalazódnak, ami meghatározza az ellenőrzéseink irányait, valamint azokat a kérdéseket, problémákat, amelyel a közlekedés egyes résztvevőit meg kell szólítanunk. A tendenciák azt mutatják, hogy a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén a főbb baleseti okok a gyorshajtás, az előzési szabályoknak a megszegése, valamint az elsőbbség meg nem adása. Néhány gondolat ezekhez a fő baleseti okokhoz. A gyorshajtásra gondolunk, akkor a közlekedési szabályoknál a sebességre vonatkozó rendelkezésre kell elsősorban gondolnunk, ami két nagy csoportra osztható a vonatkozó rendelet szabályai között. Egyrészt beszélhetünk az általános érvényű sebességre vonatkozó szabályokról. Most egy egyszerű példával élve, meghatározza a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet azt, hogy személygépkocsival lakott területen kívül 90 km/h a megengedett legnagyobb sebesség. Tehát ezek általános érvényű abszolút rendelkezések a szabályok között, és vannak konkrétabb, illetve hát úgynevezett relatív szabályok is, amelyek az adott körülményekre vonatkoztatják a megengedett legnagyobb sebességet. Tehát az időjárási, látási útviszonyoknak, az út vonalvezetésének, illetve az útburkolat minőségének megfelelően kell a jármű sebességét meghatározni. Az előző példánál maradunk, személygépkocsival lakott területen kívül a megengedett legnagyobb sebesség 90 km/h, de hogyha ködös az idő, vagy csúszós az úttest, esetleg a személygépkocsi vezetője olyan útkanyarulathoz érkezik, amelyet nem lehet 90 km/h sebességgel bevenni, csökkentenie kell a sebességét. Tehát, hogyha gyorshajtásról beszélünk, mind az abszolút, mind a relatív gyorshajtást
fogalom alá értjük. A másik fő baleseti ok az előzési szabályoknak a megszegése. Előfordult több esetben az illetékességi területünkön, hogy a járművezetője az előzés végrehajtásakor nem tartott megfelelő oldaltávolságot. Nagyon fontos szabály az előzéshez kapcsolódóan, hogy belátható útszakaszon kell ezt a manővert végrehajtani, úgy, hogy az előzött járművet, illetve a szembejövő forgalmat ne zavarjuk ennek a végrehajtása során. Az elsőbség megnemadása szintén főbb baleseti ok. Itt általában sokan két közúti jelzőtáblára gondolnak, az elsőbségadás kötelező, illetve az áj elsőbségadás kötelező jelzőtáblára. Itt még nagyon fontos dolog, és előfordult ilyen baleset az illetékességi területünkön, a gyalogos átkelőhelyen is elsőbséget kell adni, és azt fokozott óvatossággal kell megközelíteni, úgy, hogy lehetőség legyen arra, hogy a gyalogos számára elsőbséget adjunk. Előfordul több alkalommal, kérdésként merül föl Kistelek központjában a körforgalomnál lévő gyalogos átkelőhelyeken, illetve kerékpársávokon a forgalmi rend. A gyalogos átkelőhelyek ugye mind az Árpád, mind a Petőfi, mind a Kossuth és mind a Rákóczi utca irányából megtalálhatóak a körforgalomnál. Itt természetesen mindig a gyalogosnak van elsőbsége, és az Árpád utca kivételével kerékpársávok is kialakításra kerültek. Itt viszont már a körforgalom ezen irányából a kerékpárosok is ugye közlekedhetnek, de ebben az esetben a kerékpárosnak nincs elsőbsége. Csak akkor, hogyha leszáll a kerékpárról és áttolja a kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Melyek a legbalesetveszélyesebb útszakaszok itt Kisteleken és Kisteleki járásban? A Kisteleki járás területén az 5-ös számú főút, a Majsai 54-11-es út, illetve a Csengeléd-Balástjával összekötő 54-21-es út számít a legbalesetveszélyesebb útszakaszoknak. A forgalom ezen utakon a legintenzívebb, tehát itt történik a legtöbb baleset is. Amikor elemezzük és értékeljük a baleseti helyzetképet, akkor kitérünk arra is, hogy mikor, az év mely periódusában történnek ezek a közlekedési balesetek, és azt állapíthatjuk meg, hogy az ősz mellett a nyár folyamán történik a legtöbb baleset. Több eredője is van ennek. Az egyik az, hogy rendkívül magas a hőség, rendkívül magas a hőmérséklet, és a hőség fáradtsághoz vezethet. Ilyenkor azt javasoljuk, hogy kipihenten induljanak útra. Ha hosszabb utat terveznek, akkor mindenképpen vegyenek magukhoz megfelelő mennyiségű folyadékot, tervezzék meg az útvonalat, és minden esetben iktassanak be pihenőket, és ilyenkor mozgassák át végtagjaikat. A nyár folyamán óhatatlanul előtérbe kerül a vezetési képességre hátrányosan ható szerek fogyasztásának kérdése. Ugye a nyár a szabadidős programok, a fesztiválok időszaka, és arra kérünk minden járművezetőt, hogy mindig a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban vezessenek, és észszerűtlen kockázatot vállal az, aki szeszes italtól befolyásolt állapotban ül a gépkocsi volánja mögé, és ugyanez az észszerűtlen kockázatvállalás jellemzi azt az utast is, aki láthatóan ittas személy mellé ül be a járműbe. Arra kérnénk a szórakozó helyek üzemeltetőit is, hogy ne szolgálják ki azokat a vendégeket, akikről tudják, hogy gépkocsival érkeztek az egységbe. Miért is fontos passzív biztonsági eszközök használata az utakon közlekedésben? Amikor a baleseteket vizsgáljuk, kitérünk arra is, arra a jelenségre, amelyet a kriminalisztikában sértetti közrehatásnak nevezünk, ami annyit jelent, hogy most vegyünk egy egyszerű példát, nem ad elsőbséget egy gépkocsi egy másik járműnek, a két jármű ütközik, olyankor természetesen az elsőbséget meg nem adó személy felelőssége megállapítható, viszont azt is vizsgálnunk kell, hogy mit tett a másik fél annak érdekében, hogy a sérülést elkerülje, tehát használta a biztonsági övet. Többször előfordult az illetékességi területünkön is olyan baleset, amelyben a vizsgálat megállapította, hogyha a járművezetője beköti a biztonsági övet, akkor vagy enyhébb fokban sérült volna, vagy meg sem sérült volna, tehát anyagi kár keletkezett volna mindössze.
és ezért kérjük azt, hogy a motorkerékpárosok, segédmotorkerékpárosok a becsatolt biztonságjövet használják, a biztonságjöv, illetve a gyermekbiztonsági rendszer pedig szó szerint életet menthet. És végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy a rendőrségnek megvannak ugyan az eszközei ellenőrzések végrehajtásával, vagy balesetmegelőzési programok megtartásával, figyelemfelhívó előadások megtartásával arra, hogy a baleseteket visszaszorítsa, viszont össztársadalmi összefogásra van szükség annak érdekében, hogy minimalizáljuk a tragédiák bekövetkezését. Köszönöm szépen a figyelmet! A kistelki kézimunka és kézműves kiállításról készült összefoglalónkat tekinthetik meg a következőkben. 25 kiállító munkáját tekinthették meg a kistelki kézimunka és kézműves kiállításon. Idén is kiállításra került a kistelki Krébersberg Művelődési Központban a helyi és a környékbeli alkotók munkái. Többféle technikákat és anyagokat használva készítettek szebbnél szebb kiállított tárgyakat. Az augusztusi ünnep előestéjén került sor a kiállítás megnyitójára. Nagy Sándor, Kistelekváros polgármestere beszédében köszönetét fejezte ki a kiállítóknak, majd Guba Istváni Valikának, a kiállítás szervezőjének egy csokor virággal fejezte ki a köszönetét. Hasonló tisztelettel én is köszöntök mindenkit, és ha megengedik, legelőször talán Valikát köszönteném, mert ha ő nincs, szerintem ez a kiállítás sincs. Nem is először tette már ezt, és mikor bejöttem és szétnéztem, kérdeztem tőle, hogy hány kiállítónak köszönhetjük ezt a sok szépséget. Azt mondta, 26. Kérdeztem, hogy sokat kellett-e nyomgatni a kiállítókat, hogy gyertek el, legyetek itt, és hozzátok el, amire ti büszkék vagytok. Hát azt mondja, ez legtöbbször egy telefon volt, és már is indult mindenki. Másodszor valamennyi kiállítónak szeretnék köszönetet mondani. Tudják-e miért? Sokféleképpen ünnepelhet egy település, legyen az falu, legyen az város. Az ünneplésnek az is egy szép pontja lehet, amikor megmutatjuk magunkat. Megmutatjuk olyasminket, ami sok tekintetben különböző, de mégis a jelenünk, a múltunk, a kezünk, az agyunk, az ügyességünk, magyarul mi, akik itt élünk, és vannak köztünk, hál' Istennek olyanok, akiket a Jóisten különleges tehetséggel áldott meg, nem ment akkor annak idején szakirányú egyetemre vagy főiskolára, nem lett képzett képzőművész, de a kezébe, a lelkébe mégis ott van valami, ami hál' Istennek most nekünk is megjelentett. Legyünk őrájuk büszkék. És higgyük el, hogy vannak még rajtuk kívül valószínűleg sokan, akik esetleg nem szeretik a nyilvánosságot. Nem akarom én megmutatni, ugyan mit szólnak. Sok esetben nem vállaljuk föl saját magunkat. Hiszen mindenki állított dalag, talán egy kicsit szubjektív, tetszik, nem tetszik, bár én azt gondolom, ha önök is egy kicsit körbenéztek, nagyon nehéz bármire is azt mondani, hogy nem igazán tetszik. Én ugyan építész vagyok, de ahogy körbenéztem, legyen az csipke, legyen az egy festmény, legyen az bármi, amit megjelent, szerintem mindegyik embernek a maga büszkesége, és ezzel természetesen nekünk is. Ezt követően Szélné Bradanovics Bernadett, majd a Kistelki Citerazenekar műsora színesítette a kiállítás megnyitóját.